Leomlott önkormányzati társasház, vádat emeltek a kábel kiépítés felelős műszaki vezetőjével szemben. Útfelújítással zárult az év, új aszfaltot kapott Halason a Vadkert és az Eperd utca. Hidegre és csapadékra lenne szüksége a mezőgazdaságnak, az enyhe tél kedvez a kártevőknek és drágítja a növényvédelmet. Újévi fogadalmak, a legtöbben egészséges életmódra törekszenek. Jó estét kívánok, a Halas Televízió híradóját látják január 3-án kedden. A halasi járási ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt vádat emelt egy felelős műszaki vezetővel szemben, mert az optikai kábel kiépítése során árokásás közben egy önkormányzati társasház oldalfala és tető szerkezete leomlott. Az eset, melyről híradónk is beszámolt, 2020. december 6-án történt. A kivitelezést végző munkások először gépi kalapáccsal feltörték a járdát, majd a nyomvonal mentén kitermelték a földet. Alig 20 perc elteltével a társasház oldalfalai a talajtörés hatására csúszni kezdtek, miközben az épület belseje felé dőltek, valamint a tetőszerkezet leomlott. Az épületben tartózkodó három személynek az összeomlást megelőzően az utolsó pillanatban sikerült elhagynia a házat. A felelős műszaki vezetésével megbízott vádlott a munkaárok kialakításán a nyomvonal kitűzésén nem vett részt, csupán elmondásból és fényképek alapján tájékozódott. Ráadásul a kivitelezés során eltértek az eredeti tervtől, alig 15-20 cm távolságot tartva a homlokzati faltól. Végül a többszörös mulasztás vezetett az épület összeomlásához. A férfi bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni. Kiskunhalas város önkormányzata 375 millió 862 ezer forint rezsitámogatást kap Magyarország kormánya döntésének értelmében. Fülöp Róbert polgármester és Bányai Gábor országgyűlési képviselő is közzétették ezt a hírt. A megemelkedett energiaköltségekhez a kormány a 10 ezer feletti lakossal rendelkező településeken is segítséget nyújt. Cél, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése fennmaradhasson. A támogatásért cserébe mindenkitől takarékosságot kérnek, ezért az érintett önkormányzatok tervet készítettek a lehetséges energiamegtakarítási lehetőségekről. A témáról és sok más városunkat érintő kérdésről szerda este a 7:30-kor kezdődő Beszéljünk róla című magazinunkban is tájékoztatást ad Fülöp Róbert polgármester. Nemrég elkészült az új aszfalt réteg a Vadkerti és az Eperd utcákban. Az arra járók szerint sokkal könnyebb így a közlekedés a forgalmas úton. A munkálatok során a buszforduló is megújult. Az útfelújítás mintegy 70 millió forintos beruházás keretében valósult meg. Már az új aszfalt rétegen közlekedhetnek az autósok, motorosok és kerékpárosok, útfelújítással zárult az év Kiskunhalason. A Vadkerti út és az Eperd utca egy része kapott új burkolatot. Az erre közlekedők, a környéken élők vagy vállalkozást üzemeltetők már várták ezt a beruházást. Szinte minden nap ezen az úton járok, mert itt lakom, és nagyon jó lett. Akkor várták már ezt a beruházást? Igen, úgyhogy örülünk neki. Kocsinak a szempontjából is, hogy nincsenek gödrök, hála jó Istennek, úgyhogy jó. Jó lenne még itt a Sóstó utcát is meg, mert én itt lakom, és egyre-egyre rosszabb gödrös, úgyhogy az még jó lenne. De ennek is örülünk egyelőre. Ez nagyon ráfért, azt hiszem ez Kiskunhalas egyik elég forgalmas útja, úgyhogy nagyon ráfért, nagyon csúnya volt már, nagyon örülünk neki, azt hiszem a lakók is, mi magunk itt a boltnál is. Ugyan még nincs kész, ígérték a munkások, amennyire mi itt kommunikáltunk velük, hogy még visszajönnek ugye a felfestés, illetve kapubejáróknál még rendezik a sorokat, időjárás függvényében majd ahogy lehet. Hát egy kicsit a gyors hajtás az azért észrevehető, hogy azért egy kicsit kihasználják a gázpedált a sofőrök. Hogyan látja, egy ilyen beruházás akár mondjuk az itt működő vállalkozásokat is segítheti egy picit, hogy többen jönnek erre mondjuk szívesebben? Hát talán igen, mert nem kell kikerülni, mint egy nagyon kátyús, szakaszokban lezárt úttest és egyebek, és hát ez nyilván hosszú távon majd kiderül.
Ez rendkívül pozitív, azt gondolom, hogy ez a Kiskunhalas város lakosai örülnek ennek nyilván elsősorban, nem utolsó sorban az ott lakó emberek, amelyik házak előtt ugye azért jobb, nem fröcsköli a sarat, autókat nem teszi tönkre, de hát ez általános, azt hiszem, de örülünk szerintem. A beruházás költségeiről, annak finanszírozásáról és tartalmáról még az év végén, az aszfaltozás kezdete előtt beszélt a helyszínen Kóris István László alpolgármester. Gyűjtőútról van szó, hiszen a forgalom mellett még helyi járatos autóbusz is közlekedik erre. A felújításra 40 millió forintos kormányzati támogatást nyertünk, illetve több mint 30 millió forinttal egészíti ki ezt Kiskunhalasváros önkormányzata, tehát egy 70-75 millió forintos beruházásról beszélünk. Az út felújítása során a szegély kerül kialakításra, illetve új aszfalt réteget kap. Ezt több helyen felmarják, a régit, illetve kiegyenlítik, hogy a csapadékvíz elvezetők felé megfelelő lejtések meg legyenek. Emellett a Városgazda ZRT fogja majd elvégezni a csapadékvíz elvezetőknek az ellenőrzését. Az útfelújítások 2023-ban is folytatódnak. A következő beruházás a tervek szerint a Fazekas Mihály utca megújítása lesz. Több halasi helyszín is zárva tart az új év első hetében. A halasi csipkeházban is tart még az ünnepi nyitvatartási rend. Az intézmény tájékoztatója szerint január 8-áig lesznek zárva, és január 9-től fogadják ismét a látogatókat a téli nyitvatartási rendben, vagyis hétköznapokon és szombaton 9-től 12 óráig, illetve 13-tól 16 óráig. A halasi Martonosi Pál városi könyvtárban is tart még a szünet egészen január 9-éig. Nyitás január 10-én 13 órakor, ekkortól várják ismét az olvasókat. Kezdjük adományozással az évet. Ezt kérik a Magyar Vöröskereszt Kiskunhalasi Területi Szervezetének és az Országos Vérellátó Szolgálatnak a munkatársai. Az év első halasi szervezet véradására várják a donorokat január 4-én, szerdán a Sétáló utcai közösségek házába 9:30 és 13:30 között. Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be 65. életévét. Az első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A véradók testsúlyának el kell érni az 50 kg-ot, és egészségesnek kell lenni. A véradáshoz szükség van a személyi igazolványra, a lakcímigazoló kártyára és a tajkártyára is. Januárban a térségben Jánoshalmán is lesz véradás, 18-án és 19-én a Molnár János utcai szálláshely és irodaházban. Az emberek többsége az újévi fogadalmakat maximum másfél-két hónapig tartja be. Stábunk annak járt utána, a halasiak milyen dolgokat határoztak el a 2023-as év első napján. A válaszolók nagy része idén is a több mozgást és a dohányzás elhagyását említette. Január 1-én az új esztendő első napján sokan tesznek különféle fogadalmakat. A halasiak közül is többen gondolták úgy, 2023-ban valamit változtatnak az életükben. Több mozgás, az étrend. Az imént hallott véleményhez hasonlóan a legtöbben valóban azt fogadják meg új évkor, hogy változtatnak addigi káros életmódjukon. A tapasztalatok szerint ez a lendület azonban hamar alább hagy. Decemberben már előre szoktunk számítani erre, itt a törzsvendégekkel szoktunk is konzultálni, ilyenkor azért azt az időszakot, azt a 4-től 7 órás időszakot, a munka utáni időszakot a törzsvendégek elkerülik ebbe a másfél hónapba, mondjuk így. Úgyhogy számítunk rá, persze. A karácsony előtt ilyen vásárolt ajándék utalványok alapján nagyjából be tudjuk lőni, hogy mennyi plusz fővel kell számolni. Megjelentek az új arcok, és próbáljuk őket bátorítani, segíteni, mert sajnos az a tendencia, hogy márciusra a 90%-okat elveszítjük. A teremben edző urak és hölgyek szerint érdemes kitartóan dolgozni a kitűzött célokért. Régebben is sportoltam, fociztam, de azt ráhagytam, úgyhogy úgy éreztem, hogy kell valami mozgás. Elég klisésen hangzik, de szerintem van igazságtartalma annak, hogy épp testben épp lélek, és a tanulásban nekem rengeteget segít, így a kondizás, úgyhogy ezért is, meg rengeteg önbizalmat ad az életben. Az emberektől azt kérdeztük, mennyire kitartóak, ha az újévi fogadalmak betartásáról van szó. Nagy kitartás azért sikerül. Nehézkes, de meg lehet oldani. Aki akarja, az végigcsinálja. Én úgy gondolom, mindig ez a momentumom. Sokan döntenek úgy ilyenkor, hogy valamit változtatnak az életükön?
Hát a halottakból gondolván igen, de hogy aztán ez sikerül-e nekik, a kitartás az én azt mondom, az elmarad az emberek területén. Azok, akik dohányoznak, rendszerint szintén az új év első napjához kötik a leszokásuk kezdetét. A halasi trafikokban azonban egyelőre nem tapasztalnak forgalom visszaesést. Mi nem vettük észre az elmúlt két napban, hogy csökkenne a fogyasztás. Átlagban ugyanannyi, tehát mint egy teljesen átlagos hétköznap, így a január 1-e, a 2. forgalma. Tavaly össze volt egy úgymond nagyobb áremelkedés, az úgy egy kicsit talán a hagyományos dohánytermékeket visszavetette, előnybe kerültek a dohányok, de számottevő különbség ott sem tapasztalható. Volt olyan, aki átállt egy olcsóbb kategóriájú dohányra, vagy cigarettára, de aki egy adott cigit szeret, az nem váltott. Tehát aki ragaszkodik a megszokott márkához, az meg is maradt. A fenyőfákkal a legtöbb otthonban még feldíszítve állnak. Sokan január 6-a, vagyis vízkereszt után bontják szét a karácsonyfákat. A szolgáltató idén tart begyűjtési akciót. Az FBH MP Nonprofit Kft. Tájékoztatót adott ki, mely szerint januárban a társaság fenyőfa begyűjtést szervez minden közszolgáltatással ellátott településen. Egy táblázatot is közzétettek, hogy mely településen mikor mennek a járatok. Eszerint Kiskunhalason január 13-án, illetve a hónap végén január 30-án szállítják majd el a kitett fenyőket. A fákról, mielőtt kiteszik őket, le kell szedni a díszeket. A mezőgazdaságra nincs jó hatással a napjainkban tapasztalható enyhe tél. A szakemberek szerint nagyobb hidegre és több csapadékra lenne szükség. A tavaszias idő segíti a kártevők áttelelését is, így többet kell majd fordítani a növényvédelemre. Most ugyan borúsabb, ködösebb az időjárás, de az év vége és az év első napjai szinte tavaszias meleg időjárással teltek. Ez hatással van a növényekre is, több helyen például már virágzik a hóvirág. A mezőgazdászok folyamatosan figyelik az időjárási adatokat. A növények számára most a hideg lenne az ideális. Jenizsa László mezőgazdász évtizedek óta figyeli az időjárási adatokat, így elemzést kértünk tőle a tél eddigi alakulásáról. Az időjárás úgymond a köznépnek nagyon jó alakul, mert ugye nem nagyon kell fűteni, de ez a mezőgazdaság számára nem kedvező. Ilyenkor hidegnek kellene lenni, hónak kellene lenni, gyerekeknek a szünetben hógolyozni, meg szánkozni kellene. Holott most azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy napozni lehet 18 fokos melegbe. Nyáron nem volt néha ilyen meleg, vagy pedig túl meleg volt. Az enyhe tél kedvez a kártevőknek, és drágítja a növényvédelmi kiadásokat. Ez a meleg nem jó a mezőgazdaság számára, hidegnek kellene, hogy legyen. A kártevők ugye nem tudnak elpusztulni, a gombabetegségek ugye felszaporodnak, mert most csapadék volt, meleg van, tehát ez nem kedvez ilyen szempontból, a növényvédelem sokba fog kerülni. A következő, hogy a csapadék eloszlása ugye most ebben az ősz időszakban majdnem 300 mm esett, és egészen a vegetációs idő közepéig, a 7. hónapig csak 300 mm, és nagyon kevés volt tavaly január, február, márciusban csapadék, és a 7. hónapban, amikor nagyon kellett, alig volt 7 mm csapadék, és ez nagyon rányomta a bélyegét a termésmennyiségnek, ugye rengeteg helyen a kukorica, gabona, ugye még valahol semmit nem termett, vagy pedig csak fele vagy negyed annyit termett, mint szokott. Aki ősszel megcsinálta a lemosó permetezést, most ebben a meleg párás időszakban, hogyha száraz van, tehát most már újra célszerű lenne elvégezni egyszer, meg még a meccések után, a vegetáció előtt még egyszer a lemosó permetezést, mert a gombabetegségek ugye ilyenkor a melegbe, a rügyekbe tudnak szaporodni, és ott vannak, tehát ez nagyon fontos lenne. A termelők, mezőgazdászok bíznak abban, hogy kedvezően alakul majd az időjárás a növények számára, és jó lesz a termés.
Aki időbe elvetett, nagyon szépen fejlődnek a gabonák, tehát sőt, nagyon dúsak. Aki később vetett el, akár még elhúzta egészen december elejéig, annak is már kibújt a gabonája a földből. Hát erre is jó lenne a hótakaró. Ugye mindenféleképpen a hideg, mert ezeknek a növényeknek az a lényege, azért áttelelők növények, hogy legyen hideg, meg legyen hótakaró. Tehát ez hiányzik most a mezőgazdaságból, meg hiányzik még több mint 100 millió méter csapadék. Nekem itt a gyűrűs kutamba 4 méter mélységben egy dekavizem nincs, holott máskor mindig 3 méter víz mennyiség volt benne a kútba, nincs. Tehát ez nagyon nagy összefüggésben van a Tiszának a vízállásával, mert az egész Duna Tisza közének a vízháztartását a Tisza vízállása határozza meg. Tehát ezek a dolgok ugye nagyban összefüggenek azzal, hogy milyen terméskilátások. Ugye a gazda mindig bizakodik, vet, készíti elő a következő évre a termést, metszeget, permetez, hogy legyen termése, legyen mit betakarítani. Tehát én is úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy most már minden növényemnek, amit kellett tápanyagot odaadtam, a szöllőbe, a szántóföldi növényeknél, a trágyázás ugye megtörtént, be van forgatva minden, tehát ugye készülünk arra, hogy majd tavasszal történnek a vetések, a tavaszi vetések. Most pedig felidézzük röviden, hogy mik voltak mai híradónk legfontosabb témái. Leomlott önkormányzati társasház, vádat emeltek a kábel kiépítés felelős műszaki vezetőjével szemben. Útfelújítással zárult az év, új aszfaltot kapott Halason a Vadkert és az Eperd utca. Hidegre és csapadékra lenne szüksége a mezőgazdaságnak, az enyhe tél kedvez a kártevőknek és drágítja a növényvédelmet. Újévi fogadalmak, a legtöbben egészséges életmódra törekszenek. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió híradója kedden este. Most jön az időjárás előrejelzés, mutatjuk, hogy a következő 24 órában milyen időre készülhetnek majd Kiskun, Halason és a környező településeken. Ezt követően pedig a napi mozaikban egy figyelemfelkeltő előadásból mutatunk részletet, ahol a drogok veszélyeiről volt szó. Én ezzel köszönöm meg mai megtisztelő figyelmüket, kérem nézzenek bennünket holnap is. 19 órakor Bakos László várja majd önöket a legfrissebb hírekkel. Viszontlátásra!